A Kismányoki sportpálya egyik felén árusok kínálják a portékáikat, a pálya másik felén tököt faragnak a szülők és a gyerekek. Muzsika szól a háttérben, és finom illatok szállnak a levegőben, sül a kenyér lángos. 2021 májusa óta szinte minden hónapban várja a látogatókat a Tündérkert piac. Az első rendezvény már annyira sikeres volt, hogy nagyon sok látogató is volt, és nagyon sok árus is elfogadta a meghívást, és azóta minden hónapban, a tél kivételével minden hónapban egy hétvégét, vagy szombatot, vagy vasárnapot kitűzünk, és a piacnapot meghirdetjük. Az árusok azok cserélődnek, tehát van egy mag, akik szinte rendszeresen jönnek, de például a mai napon is 4 új árusunk van, a többi árus pedig az miatt nem jön, mert esetleg már valahova ajánlkozott, tehát már máshova hívták, és akkor ezzel is színesebbé válik a piac, mert nem mindig ugyanazok az árusok vannak. Lehet, hogy 2 havonta látják ugyanazt az árust. De például most nagyon örülünk, hogy például jött a zöldséges is, és ez volt a célunk, hogy minél több saját termesztésű áruval jöjjenek. A piac az elmúlt 1 év során egyre több embert vonzott, népszerűsége alkalomról alkalomra nő. Valószínű, hogy népszerű ez a piac, mert valamilyen szinten maga ez a környezet is ad egy olyan nyugodt pihenési lehetőséget, mert nem csak ide jön és bevásárol és elmegy, hanem lehetősége van leülni, akár egy kenyérlángost megenni, a zenét hallgatni. Ha gyermekkel jön, főleg a nyári jobb időben, mert most azért borult az ég, nyári időben homokoznak a gyerekek, akkor ebihalaznak. Tehát a gyereket nyugodtan elengedheti, hiszen az országút az távol esik. Tehát nem kell félni, hogy baja történik, és ezért szívesebben jönnek családok is. A helyi lakosok is úgy gondoljuk, hogy aki mozgásképes, az azért lesétál, eljön, megnézi, hogy most éppen milyen árusok jönnek, és a környékbeli embereket úgy vettük észre, hogy ők szívesebben jönnek, még akár, mint a helyiek is, és az árusok pedig jönnek mindenhonnan, tehát Dombovártól, Szekszárdig, Bajáig. A szervezők törekednek arra, hogy egy-egy kulturális programmal is színesítsék a rendezvényt. Volt nyári táborunk, néptáncos táborunk, és akkor annak a záró bemutatóját a piac alkalmával itt mutattuk be. Akkor volt májusfaki táncolás, akkor volt olyan, hogy csak előadót hívtunk, akkor volt boszorkányper, tűzzsonglőrökkel. Tehát úgy megpróbálunk mindig valami pluszt beletenni. A mai napon 3 órától facsemetét ültettünk. Ezt is tavaly kezdtük. Abban az évben született kisbabáknak a tiszteletére, és az apukának és anyukának a munkájának eredménye az, hogy ott áll a fa, tehát ők, főleg az apuka az, aki segít beásni, beemelni a fát, meglocsolni, és hát most már 4 fánk van, tavaly 3-at ültettünk, most pedig ennek a kicsi babának. A beköltözött fiatalok, ha kisbabával jönnek, akkor nekik, az ő tiszteletükre is ültetünk egy fát. Úgyhogy a mai nap azzal indult, és akkor a piacosok jöttek, most a tökfaragás, lassan besötétedik, akkor a lámpák, a mécsesek bekerülnek a tökökbe, körberakjuk a kis tündérházunkat, és egy gyönyörű fotó lesz, mert megörökítik a saját gyermeket, el is vihetik haza a tököket. A Tündérkert piac ötlete a polgármestertől származott. Mert neki nagyon tetszettek a Balaton környék ilyen termelők piaca, és azt mondta, hogy mi nekünk is kellene csinálni. Igaz, hogy nem a portákat nyitjuk meg, hanem ezt a teret alakítottuk úgy ki, hogy van egy nagyon ügyes és kreatív növény szerető emberünk, ilyen kertésznek nevezett valaki, aki gondozza és ülteti a virágokat,
és egyre szebb ez a tündérkert. A tündérkertet azt én találtam ki, mert maga a három fűzfa az adja a meseszerűségét, és a köré ültetett virágok és a egy-egy figura szépen hozta azt az ötletet, hogy ez akkor nem egy liget, egy nyárfaliget, vagy nem tudom mi lesz, hanem ez egy tündérkert. A téli hónapokban szünete majd a piac, viszont a tavasz beköszöntével újra kinyitja kapuit a kismányoki tündérkert.